Tovább folytatja a Jemen elleni támadásokat az amerikai és a brit légierő. A szövetségesek szerint kizárólag katonai célpontokat bombáznak, a húszik szerint viszont egy vegyüzemet is találatért. Robbanások rázták meg a jemeni fővárost. Pusztító légi csapásokat mért a településre az amerikai és a brit légierő. A nyugati harci gépek a hétvégén újabb, nagyszabású légitámadást hajtottak végre a közel-keleti államban. Az amerikai központi parancsnokság szerint 18 katonai célpontot támadtak. A húszik szerint viszont 23 légicsapás volt, és találatért egy növényvédőszergyárat is. Éjfél után 3 támadást hallottam. A gyerekeim halálra rémültek, csak úgy, mint a szomszédaim. Egy 25 éve működő növényvédőszergyárat támadtak, az egész üzemet megsemmisítették, mondta egy férfi. Az egyik alkalmazott szerint az amerikaiak csődbe akarják vinni az országot. Szerintem szándékosan pusztították el a gyárat. Tönkre akarják tenni Jement. Tudniuk kellett, hogy melyik létesítmény civil, és melyik van katonai irányítás alatt. Ez itt egy teljes mértékben civil terület, semmi köze a hadsereghez, mondta a férfi. Az amerikai-brit koalíció január közepe óta rendszeresen támadja a húszik felhatósága alatt álló jemeni területeket. Állításuk szerint csak katonai célpontokat bombáznak. A nyugati országok azért kezdték el a hadműveletet a jemeni lázadók ellen, mert azok rendszeresen támadják az arab tengeren közlekedő kereskedőhajókat. Az amerikaiak közlése szerint szombaton a húszik egy ballisztikus rakétával majdnem eltaláltak egy olajat és vegyi anyagokat szállító tankerhajót. A töltet végül a vízbe csapódott, a hajóban nem keletkezett kár. A támadást a jemeni lázadók sem tagadták. A jemeni haditengerészet katonai műveletet hajtott végre az amerikai olajszállítóhajó, a Torm Tor ellen az Aden-öbölben, mondta a húszik katonai szóvivője. Habár az amerikai hadihajókat többek közt a brit és a francia haditengerészet is segíti, továbbra sem tudják biztosítani az arab tenger vizeinek biztonságát. A jemeni húszi lázadók rakétáikkal és drónjaikkal tovább támadják nem csak az amerikai, de lobogótól függetlenül az összes hajót az arab tengeren.